mintegy 1500 katona részvételével zajló Brave Warrior 2020 nemzetközi gyakorlat során amerikai, szlovák, román és magyar nemzetkatonái alkotta századharccsoportok az együttműködést gyakorolták a hagyományos hadviselés keretei között. A szeptember eleje óta tartó kiképzési rendezvény a NATO elvek szerinti minősítő gyakorlatra is felkészítette a katonákat. A magyar harccsoportot a tatai lövészdandár alegységei képviselték, akik a gyakorlatot megelőző napon éleslő gyakorlattal készültek a dinamikus bemutatóra. A zászló éleslő gyakorlatot láthattak jelen pillanatban a lőtéren. A Brave Warrior gyakorlat keretében a 25-ös dandárparancsnoksága alá kettő zászló harccsoport van rendelve, ebből az egyik egy amerikai, a másik pedig a magyar. A magyar zászló harccsoport se teljesen homogén, hiszen az egyik lövészszázada teljesen magyar katonákból áll, a másik lövészszázadában egy román és egy szlovák szakasz található, illetve a zászló harccsoportba tartozik még egy harckocsi század. A gyakorlat keretén belül azt gyakoroljuk, hogy ez a két nemzetközi ideiglenes kötelék hogyan hajt végre halogató tevékenységet, hogyan váltják egymást a halogató tevékenység végrehajtása során. A dinamikus bemutató során egy gépesített lövészszázad harccsoport halogató harcot folytatva, a tűz és a mozgás elvét alkalmazva, egymást váltva mozgott hátra a számukra kijelölt támaszpontra. A szakaszok manőverét a jobb szárnyról érkező harci helikopterek támogatták. A dinamikus bemutató zárásaként bemutatták a Lynx gyalogsági harcjárművet is, melynek gyártására a közelmúltban alapított vegyes vállalatot Zalaegerszegen a magyar állam a Rheinmetall német védelmi ipari óriás céggel. A gyakorlat az együttműködésen túl a 21. századi hadviselésre is felkészítette a résztvevő feleket. A digitális katonaprogram eddigi eredményeinek köszönhetően a haderő felkészült a kor technikai kihívásaira is. Az informatikai és elektrooptikai eszközöknek köszönhetően a harcmezőt egy digitális felülettel is össze tudják kötni.